Imádkozzunk. Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük, hogy téged magasztalhattunk teljes szívünkből ennek a szép éneknek a szavaival. Köszönjük, ha rádobbant a szívünk egészen, ha az értelmünk is vallotta, hogy valóban te vagy a mi reménységünk, te adattál nekünk Istentől igazságul, szentségül, bölcsességül és váltságul, benned van elrejtve életünk minden kincse. Köszönjük, hogy valamennyire már ismerhetünk téged. Segíts növekednünk a te megismerésedben és a kegyelemben. És hadd legyen ez a csendes esti óra is most ennek az alkalma. Áldunk téged, hogy te valóban nyomorodott árvák megtartója vagy. És nálad készen van mindaz, amire szükségünk van. Bátoríts minket, hogy merjük ezt hinni, és tudjunk hittel kérni, és tudjunk neked meggyőződéssel hálát adni. Így kérjük tőled most is a te igédet. Hisszük, hogy te mindannyiunkhoz annyiféleképpen tudsz szólni, ahányan vagyunk, vagy ahogy arra szükségünk van. A te szent lelked hozza közel hozzánk a te gondolataidat, tegye személyessé a te üzenetedet, és egyúttal bátorítson is minket az engedelmessége. Olyan nagy szükségünk van vígasztalása, biztatása, útmutatása, tanácsa, feloldozása, intésre. Adjad nekünk gazdagon mindegyikünknek azt, amire most van leginkább szükségünk. Segíts most rád figyelnünk, te pedig szólj kegyelmesen, hallják a te szolgáid. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írott második leveléből olvasom. A második levél negyedik részének az első 5 verse így hangzik. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben. Incs, fegy, puzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt nem szenvedik el, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben. Vállald a szenvedést, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. Ma fejeztük be kalauzunk szerint Pál apostol Timóteushoz írott második levelének az olvasását. Ez volt az ő utolsó levele, amelyiknek egészen személyes a hangja. Ugyanakkor azonban valljuk, a római levél 15. részében található isteni kijelentés alapján, hogy amik megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg, hogy az írások által vígasztalást és bátorítást kapjunk. Tehát ez a levél sem csupán Timóteusnak szól, hanem Isten rajta keresztül azóta is sokaknak, sokunknak közvetített már üzeneteket, és hisszük, hogy ma este nekünk is ad ilyet. Ma egyetlen mondatot szeretnék kiemelni ebből, annak is az első 2 kicsi szaváról külön beszélünk, és aztán majd sorra vesszük, hogy mit mond benne Pál Timóteusnak. Ezzel bátorítja őt, és ezzel szabja meg azt az irányt, amely felé az ő életének, hite fejlődésének haladnia kell. Ez a bevezető 2 kicsi szó az 5. versben ez, hogy de te. Ez az ellentétes kötőszó, a de, utal arra, hogy eddig valami máshol volt szó, de innentől kezdve valami új kezdődik. Eddig azt írta le az apostol itt a megelőzőkben, hogy milyen világban él Timóteus. Ebben a mondatban meg azt mondja el, hogy de ő ebben a világban milyen legyen. Ebből is világos már, hogy ne olyan, mint amilyen a világ. Nem azért, mert ő csak azért is másmilyen akar lenni, hanem azért, mert ez a világ Istentől elfordult, a Timóteusoknak pedig
Isten képviselőiként kell ebben a világban élniük. Nem veszi ki Isten az ő népét és az ő gyermekeit ebből a világból, de mást kell képviselniük. Jeremiásnak is ilyen értelemben parancsolta Isten, hogy ők térjenek meg te hozzád, de te ne térj ő hozzájuk. Nagyon egyszerű képpel lehet ezt szemléltetni, ha valaki fuldoklik a Balatonban, és a parton egy jó úszó ezt látja, beugrik és kimenti. De nem azzal segít neki, hogyha ő is elkezdett ügyetlenkedni, vagy valami olyat csinálni, ami miatt veszélybe hozza magát, és ő is elkezd fuldokolni. Nem az a szolidaritás, hogy én is olyanná leszek, mint te, hanem az a szolidaritás, hogy ha tudok rajtad segíteni, akkor segítek. És nagyon sok más hasonló, ennél ügyesebb hasonlatot is tudnánk mondani. Isten azt akarja, hogy az ő népe benne maradjon ebben a tőle elfordult világban. De tőle kapott erőkkel, az ő akarata szerint szolgáljon a világnak, a világ javára. Hogy útjelző tábla legyen, hogy mutassa minden hívő ember az életre vezető utat, hogy megkívántassuk azokkal, akik még nem ismerik Istent, a hozzávaló tartozást. Hogyha meg sem szólalunk is, megtörténjék az, amit valaki így mondott, hogy de élj úgy, hogy megkérdezzenek. Hogy tudsz te ennyi nyomorúság között ilyen elégedett lenni? Hogy nem hisztériázol, amikor ilyen közeli hozzátartozódat ilyen tragikus módon veszítetted el? Ilyenkor más azt szokta csinálni. És így tovább. Hogy tudsz te másnak is segíteni, mikor a magad terheit is alig bírod? És erre a kérdésre el lehet mondani, hogy hogyan. Hogy ki az, aki nekünk vígasztalást, reménységet, erőt, megbocsátást, szeretetet ad? És mutatja már is Isten gyermeke az Istenhez vezető utat. Ezt csak ebben a világban lehet elvégezni, de csak úgy, hogyha nem e világ szerint él és gondolkozik a hívő ember. Ez a de-te harmadszor ismétlődik itt néhány versen belül. Pál apostol rendkívül pontos és részletes korrajzot ad. És különös, hogy az a kor nagyon hasonlít a miénkhez, majd néhány jellemvonását mindjárt idézem a Bibliából. És közbeszúrja háromszor is, hogy de te. A körülötted élők így gondolkoznak, és te most ne sopánkodj, meg ne botránkozz, hanem segíts rajtuk. Te tudsz segíteni rajtuk, mert benned ott van Isten szent lelke, mert te az Isten embere vagy. Ezt a kifejezést is olvassuk, hogy de te Istennek embere. Ne úgy, ahogy ők, hanem az ő érdekükben egészen másként. Gondolkozzál és cselekedjél. Jó lenne, ha a helyére kerülne a fejünkben ez. A hívők nem különcök ebben a világban. A hívőkben nincs csak azért is. Nem akarunk mi megmutatni semmit. Mi Jézus Krisztus szeretnénk nagyon alázatosan fölmutatni ennek a világnak, hogy megkívánják az ő keresését, a vele való közösséget, a hozzátartozást. De ezért krisztusi módon kell élni, sőt, Krisztusnak kell élnie egyre hatalmasabban bennünk. Szinte azt mondhatnánk, bár így azért nem egészen biblikus, hogy semmit se kell csinálnunk, csak Krisztusnak engedelmes, szent életet élni. Az annyira elüt attól, ami körülöttünk van, hogy az vagy irítálni fogja a környezetünket, vagy kérdéseket fog provokálni, vagy ellenállásba ütközik, abba majdnem mindig ütközik. Idegentest az Isten népe ebben az Istentől elfordult világban. De az Istentől elfordult világnak áldásul adja Isten az övéit. Olyan szép az a mondat, amit szintén most a napokban olvastunk a Jákob történetekből, amikor Lábán elnézi azt a hatalmas nyájat, ami Jákob keze alatt szaporodott úgy meg, és azt mondja, hogy úgy sejtem, hogy te életed áldott meg engem az Úr. Lábán ott eljátszotta a maga kisded játékait, többször is becsapta az unokaöccsét, lehet, hogy másokat is, és egyszer csak elcsodálkozik, hogy itt valami olyan jelent meg, ami talán nem is egészen természetes. Ennyi idő alatt nem szokott ennyire szaporodni a nyáj. Itt valami áldás van. Milyen csatornán érkezett ide az Isten áldása? Úgy sejtem, Jákob, hogy te vagy ez az áldás. Te életed áldott meg engem az Úr. Ez a hívők feladata ebben a világban. Hogy ő érettük, hogy rajtuk keresztül megáldja Isten a többieket is. Legfőképpen lelki fölébredéssel,
megtéréssel, új élettel, örök élettel, de sok egyéb áldással is. Számos példát idézhetnénk erre a Bibliából. Nos, Pál apostol utolsó leírt soraival arra bátorítja a fiatal Timóteust, hogy merjen más lenni, mint az a világ, amelyik körülötte van. Ne asszimilálódjék hozzá. Ne legyen olyan. Meg ne ejtsék őt ilyen megtévesztő csapdák, csalások, hogy ha hozzájuk hasonulsz, jobban elfogadják tőled az evangéliumot. Hogyha te is együtt iszol a kocsmában velük, akkor hatalmasabban prédikálhatsz nekik a szabadulásról. Nem ez a szabadító evangéliumnak az útja. Nem kell nekem olyanná válnom. Köztük kell maradnom, és nagyon kell szeretnem őket. És elfogadnom úgy, ahogy vannak, mert Isten is úgy fogadott el engem nyomorultat, ahogy voltam, és ahogy vagyok. De ők térjenek meg én hozzám, meg az én Istenemhez még inkább, és én ne térjek ő hozzájuk. Timóteus, merj más lenni. Miért? Mert más vagy. Mássá tett Isten, amikor adta az ő szent lelkét. Egy hívő egészen másként gondolkozik a pénzről, mint egy hitetlen, a szerelemről, a házasságról, az emberi kapcsolatok építéséről és ápolásáról, egészen más szempontok vezetik. Nem olyan kapcsolatokat keres, amikből majd haszna lesz, hanem más szempontjai vannak. Mindenről másként gondolkozik. Életről és halálról, betegségről, sikerről és kudarcról, mindenről egészen másként gondolkozunk, ha igeszerűen gondolkozunk. És ezt nem kell szégyelni, ezzel nem kell hivalkodni, nem a mi érdemünk, ez Isten lelkének a munkája, adjunk hálát érte, de nem szabad elrejteni és letagadni. Timóteus, merj más lenni. A világ körülötted ilyen, de te ilyen meg ilyen meg ilyen légy. Milyen volt Timóteus körül a világ? A megelőző fejezetben ezt olvassuk. Lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárak, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátatlanok, szeretet nélkül valók, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, stb. Itt hemzsegnek ezek a tünetek a mikorunkban is. Egyfajta erkölcsi züllést lehetett akkor tapasztalni, és azt mondja Pál Timóteusnak, hogy miközben látod, hogy a társadalom csúszik egyre lejjebb, mert sodoródik egyre messzebb Istentől, te azonban maradj meg ott, ahova Isten téged helyezett. Vagy azt mondja, hogy vannak, akiknél megvan a kegyesség látszata, de annak az erejét nem ismerik. A látszat keresztjének. Lesznek a gyülekezetben, már az elsőkben is. Egészen úgy látszik, mintha hívő lenne. Megtanulta a szavak használatát, vallásos körökben bizonyos viselkedést, de a szíve a régi. A gondolatai a régiek, és nem is akarja, hogy Isten újjá teremtse. De te ne ilyen legyél. Vannak ilyenek, s lesznek mindig, adja Isten, hogy fogjon a számuk, meg közülük is térjenek meg, de te ismerd a kegyességnek az erejét, és ne csak a látszatát. Vagy azt mondja, hogy lesznek olyanok, akik tudálékosak, és nagyokosan vitatkoznak, de fogalmuk sincs arról a világosságról, ami Isten igéje beleárad egy újjászületett emberbe. Az értelmük homályos marad, a hitel nézve nem becsületesek, mindig tanulnak, de a megismerésre soha el nem jutnak. Lesznek ilyenek is. Na és mi van akkor? Így kerek a világ, te ne ilyen legyél. Te ne tudálékoskodjál, kérjél egyre többet abból a világosságból, amelyikkel el tudsz igazodni és másokat is igazítani. És mindazok, akik kegyesen akarnak élni a Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Vedd tudomásul, hogy ez így lesz, és egyre inkább így lesz. De te vállald inkább a Krisztusért való üldöztetést, mint hogy igyekezz megmenekülni ezelől. Vagy ahogy az előbb olvasott részben olvastuk, hogy lesz idő, amikor az egészséges tudományt nem szenvedik el, viszket a fülük, ők keresnek maguknak tanítókat, akik azt mondják, amit hallani akarnak, az igazságtól elfordulnak, és a mesékhez odafordulnak. Ezt a kort éljük most. Nem lehet kitalálni olyan megalapozatlan, idétlen mesét, amit könnyebben el ne hinnének,
mint az evangélium igazságát. Mindent meg lehet etetni az állítólag felvilágosult és nagykorúvá vált modern emberrel. És az evangélium igazságát vagy túl egyszerűnek találja, vagy halogatja, hogy egyáltalán foglalkozzék vele. Minden hihetőbb és kelendőbb, mint az, ami segítene rajta, és ami valóban igaz. És a korrajzhoz hozzátartozik az is, hogy bizony különféle természetű emberekkel volt kapcsolatban Pál is, és olvastuk a tegnapi szakaszban, hogy Démás engem elhagyott, és inkább a jelen való világhoz ragaszkodott. Van olyan, hogy ideig való hite van valakinek, egészen olyan, mintha hit lenne, mintha hívővé lett volna. De ha a hitéért bármi kellemetlenséget kell szenvedni, eltűnik. Ilyen is van. És olyan is van, hogy direkt szembefordul valaki, és a gyülekezet tagjainak a besúgójává válik, mint ez az ércmíves Sándor. Itt ez a szó van, hogy sok bajt szerzett, és te is őrizkedjél tőle, mert nagyon ellenállt a mi igehirdetésünknek. Van, aki nem áll ellen, de nem veszi komolyan, mint Démás, van, aki nagyon ellene áll, és még fúrja, támadja is azokat, akik azt vallják, és van olyan, aki mindvégig hűséges, mint Lukács. Mindenki elhagyta Pált, itt is ír arról, hogy második védekezésemkor teljesen magamra maradtam, de az Úr nem hagyott el engem. Most pedig egyedül Lukács van velem, írja ezt a börtönből. Nos, hát így zajlik az élet körülötte, és így zajlik ez ma is. Vannak különféle áramlatok, vannak sziporkázó ötletek, a divatok egymást váltják, a tévtanítókból nem fogyunk ki, és aztán vannak a gyülekezetekben is helyezkedők, vannak ideig óráig hívők, vannak ott is sunyik, akik belső ellenséggé válnak adott esetben, és vannak, akik megtagadják a hitet, és így tovább. Vannak, akik házról házra járnak ma is, és megtévesztik az embereket vallásos szöveggel. Vannak, akik támadni kezdik a Szentírást, olvassuk itt ma is. De te! Mit csináljon Timóteus? A világ ilyen, de te milyen legyél? Stabil legyél. Ez az összefoglaló jellemvonása annak a négy részjellemvonásnak, ami itt most következik. Timóteus, te legyél stabil. Olyan különös, hogy Jézus keresztelő János legértékesebb jellemvonásának ezt tekintette. És amikor a sokaságnak beszélt Jánosról, akkor azt kérdezte, hogy mit látni mentetek ki? Szélingattanád szálat? És azt mondja, nem. János nem szélingatta nátszál volt. Most onnan fúj a szél, akkor arra hajlok. Ha amonnan fúj, emelre hajlok. János stabil volt. Bele is pusztult. Sokan belepusztulnak abba, hogy a meggyőződésükben stabilan, álhatatosan minden körülmények között megmaradnak, de csak így érdemes élni. Így lesz áldássá valaki másoknak, így hitelesíti azt, amit mondott, és ezt az álhatatosságot mindig nagyon megáldja Isten. Nem véletlenül fordul elő az Efézus 6-ban, ahol az Isten fegyverzetéről ír az apostol a gyülekezeteknek, minden versben egyszer vagy többször az állni ige valamilyen igekötővel. Igekötővel. Tehát hol azt mondja, hogy álljatok meg a hitben. Hol azt mondja, hogy álljatok ellen az ördögnek és minden kísértésnek. Hol egyszerűen csak azt mondja, hogy mint akik álltok erősen, stabilan, mozdíthatatlanul. És a hosszú és sok fontos kérdést tárgyaló korintusi levél leghosszabb, súlyos fejezetének a végén, a 15. rész végén, ahol a feltámadásról ír az apostol, az utolsó mondat így hangzik, hogy ti azért, atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindig, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Erősen álljatok, mozdíthatatlanul. Ez a titka annak, hogy túléltek minden divatot, és hogy minden él alatt Isten áldássá tesz titeket másoknak. Aki ezt akarja, annak erről a stabilitásról és a vele járó sok kellemetlenségről nem szabad lemondania. Aki ingó-bingó zöld fűszál akar lenni, szélingatta nátszál, ahogy Jézus mondta, ám tegye.
de akkor nem lesz áldása. Akkor senki se fogja elmondani, hogy úgy sejtem, hogy te életed áldott meg engem az Úr. Tehát miközben az álhatatlan világot próbálja lerajzolni itt az apostol, azt mondja Timóteusnak, hogy de te, légy stabil, aki meggyökerezett a Krisztusban. Ezt a kifejezést többször használja az apostol a leveleiben. Meggyökerezvén ő benne. Nem gyenge nátszál, hanem mélyen gyökerező, erős fa, amelyik bírja a viharokat. Azok vannak. Még az ágait is letördelhetik. De ha a gyökerei erősek, gyökerestül nem fordíthatják ki soha. Az ág pótolja magát. Egy-két év alatt újra nő ott, ahol letört. Hogyha a gyökerek jók. Van kiben gyökereznek Timóteus. Krisztus él, Krisztus uralkodik, Krisztus ma is hatalmas. Egyedül ő tud segíteni mindenkin, akik jönnek a bajaikkal hozzád, vagy ha nem jönnek is, látod a nyomorúságukat. Ő benne gyökerezzél. És akkor stabil leszel, és noha egy kicsit az egészségeddel is baj van, ugye erről is volt ott szó, noha tapasztalatlan vagy és fiatal, némelyek még gúnyolnak is, hogy mit akar ez a fiatal gyerek itt. Te csak állj stabilan ott, ahova Isten állított. És gyökerezzél egyre mélyebben Krisztusban. És akkor fog használni téged nagy dolgokra. Mi az a négy dolog, amit ezután említ itt az apostol Timóteusnak? Azt mondja először is, hogy de te józan légy. Vagyis légy stabil az értelmedet illető dolgokban. Ne lehessen téged könnyen befolyásolni. Hallasz valami újságot, és akkor azt hiszed, hogy az az igaz. Tessék megvizsgálni. Lehet, hogy igaz. Lehet, hogy a fele igaz. Lehet, hogy az ellenkezője igaz. Elolvasol egy könyvet, és akkor mintha csak azt írták volna, most azt gondolod, hogy ez az igazság. Ebben is kimondanak valami igazságot. Légy józan. Tessék tárgyilagosnak maradni. Tessék a tényeken tájékozódni. Nem mindenféle új híreket, friss információkat készpénznek venni, és állandóan módosítgatni a hitbeli meggyőződésedet. Az előző de te mondat így kezdődik az előző fejezetben. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik rád bízattak. Csak figyelj oda az információkra. Gyűjtsél be minden új hírt. De tessék mindent mérlegre tenni. Minek a mérlegére? A teljes írás, így hangzik a folytatás, Istentől ihletett, és te gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, és ezek tehetnek téged bölcsé. Ugye bölcsesség az azt jelenti a Bibliában, hogy különbséget tenni. Ez a szó van benne, hogy különbség valami között. Fontos vagy lényegtelen? Igaz vagy hamis? Igazság vagy féligazság? Aki bölcs, az tud disztingválni, különbséget tenni. Maradj józan, mondja itt neki, és tessék disztingválni. Isten ad majd neked józanságot, de akarj józan lenni. Nem szabad, hogy szélingatta nátszál legyél, akár csak így is. A Római Levél 12. részéből sokat idézett mondat jut eszünkbe, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti értelmetek megújulása által, hogy megismerjétek, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ne a világhoz, az a gondolat, amit az előbb részletesen fejtegettem, hanem az Isten akaratához szabjátok magatokat, de erre a Szentlélektől megújított értelem segít el. A ti értelmetek megújulása által megismeritek, mi az Isten akarata. És komolyan veszek én mindenkit, aki bármit mond, de nem igazodom azonnal hozzá. Ha kiderül, hogy az valóban igazság, ha egybevág azzal, ami Isten akarata, amit annak megismertem az igéből, akkor igen. Légy józan. Ma nagyon nagy szükség van erre, amikor egyfajta érzelgős, rajongó, lelkesedő irányzat elragadott keresztjén tömegeket. Légy józan. Maradj meg azokban, amiket tanultál. Ez az első. A második az, hogy vállald a szenvedést.
És erről úgy ír az apostol itt is, meg másutt is, mint ami egészen természetesen együtt jár a komoly Krisztus követéssel. Akik kegyesen akarnak élni a Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Minden időben, hol jobban, hol kevésbé, hol kicsit szalonképesen, hol nagyon durván, drasztikusan, de feltétlenül üldözi a világ őket. Miért? Mert idegen tőle az, ami megjelenik az újjászületett hívők életében. Jézus a János 15-ben adja ennek magyarázatát, ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha ebből a világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. Mivel azonban nem e világból valók vagytok, hanem én választattalak ki magamnak titeket a világból, ezért gyűlölt titeket a világ. Ha valóban Jézusért él valami hátratétel bennünket, az mintegy a hitelesítő pecsétje annak, hogy ő hozzá tartozunk. Erre sem kell büszkének lenni, de bizonyos helyzetekben még hálát is ad az ember érte. Amikor Pétert és Jánost először verték meg azért, mert Jézust mesterüknek vallották, és a róla szóló evangéliumot hirdették, akkor azt olvassuk a Cselekedetek könyvében, hogy örömmel jöttek ki a nagy tanács elől, hogy az ő nevéért gyalázat érte őket. De itt ez a fontos, hogy az ő nevéért. Ha a magam butaságáért, ha az én erőszakoskodásom, vagy hamisságom, vagy ügyeskedésem, vagy képmutatásom miatt, akkor ez nem az ő nevéért volt, ezt nem szabad összetéveszteni. De ha valóban Jézus nevéért és az evangéliumért él bármiféle hátratétel, az mint egy elismerő bizonyítványa a mesternek arról, hogy ez az ember tanítványa. Mert a tanítványban ráismertek a mesterre, és a mestert gyűlöli a világ. Mert a világosság nem elegyedik soha a sötétséggel. Egészen természetesnek kell tehát ezt tartani, nem kell miatta panaszkodni, nem kell felháborodni, nem kell keseregni, vállalni kell. Azt mondja itt, hogy vállald ezt a fajta szenvedést. Aki nem vállalja, általában annak is kijut a része ebből a szenvedésből, csak annak sokkal nehezebb. Ez minden teherrel így van, hogy amit az ember tudomásul vesz, elfogad, aláigazítja a vállát, és viszi, az sokkal könnyebb, mint ami elől állandóan ki akarna bújni, de mégis vinnie kell. Ezért mondja itt neki, hogy vállald. Vagyis légy stabil a teherhordozásban is. Légy stabil az értelemben, légy józan, és vállald a Krisztusért való szenvedést. A harmadik, amit mond, hogy az evangélista munkáját cselekedd. Mi az evangélista munkája? Az, hogy hirdeti az igét szóval és az egész életével azok között, akik még nem hallották, vagy akik még nem hisznek. Az evangélista munkája az a szűzföldek feltöréséhez hasonló. Ott még nincs aratás, először föl kell törni, aztán jön a vetés. Ennek is megvan a maga nehézsége. Aztán a pásztorolásnak, a tanításnak is megvan, megkülönbözteti ezeket a szolgálatokat a Szentírás. De először fel kell törni az elhanyagolt földet, hogy aztán be lehessen vetni, és lehessen majd aratni. Tehát az igéhez való ragaszkodás, és az azok iránti felelősség, akik közé letette Isten az ő emberét, akik között a Timóteusok élnek. Mondja is, meg éli is. Ez azt jelenti, hogy vállalja. És azt mondja, hogy ez munka. Olyan munka, amiben el lehet fáradni. Amit meg kell tervezni. Amit ha van kivel, akkor nagyon jó közösen végezni. Az evangélista munkáját cselekedd. És az evangélista nem szidja azokat, akik még nem hisznek, hanem szereti őket nagyon. Nem csodálkozik, hogy lehet az, hogy valaki ennyire nem hisz, hanem emlékezik arra, hogy ő is olyan volt, hogy nem hitt. És Isten nagy szeretettel kihozta abból. És az Isten mentő szeretete érkezik meg rajta keresztül másokhoz. Az evangélista munkáját a magunk helyén, a magunk módján cselekesszük-e. És végül azt mondja, hogy szolgálatodat teljesen betöltsd.
vagyis stabilitás a küldetésben, amit ránk bízott Isten. Rábízta minden hívőre az evangélium továbbadását, és hogy ott álljon mögötte hitelesítőként az élete, és azon kívül bízott ránk még sokféle feladatot. És ezt a feladatot, ezt a szolgálatot teljesen be kell tölteni. Ha valakinek azt a szolgálatot adta, hogy néhány gyermek édesanyja legyen, akkor azt teljesen töltse be, és nem más csináljon helyette. Mert azt rajta kéri számon Isten, és azt más nem végzi el helyette, amit a gyerekeknek az anyjuk adhat. De a napi munkánkat is teljesen betölteni. És ha valakinek nagy beteg van a családjában, és azt ápolni kell, akkor azt is elfogadni Istentől kapott szolgálatként. És teljesen betölteni, és nem örökké panaszkodni miatta, és esetleg sötét gondolatokat táplálni. Vagy ha valakinek az imádkozás szolgálatát is adta Isten, akár azért, mert egyéb fizikai szolgálatot már nem tud elvégezni, akár azért, mert egyszerűen ez a kegyelmi ajándéka, akkor azt töltse be teljesen, és azt végezze nagyon komolyan, azzal a hittel, hogy ez nem hiába való. Vagy egy gyülekezeten belül akármilyen részszolgálatot. Valakinek azt a szolgálatot adta, hogy gyerekeknek az evangéliumot mondja. Hitoktató legyen. A másiknak az, hogy az énekkarban dicsérje Istent és hirdesse az evangéliumot. Akkor azt töltse be teljesen. Nem félig meddig, nem immelámmal, nem felszínesen, hanem teljesen. Stabilitás az értelmi dolgokban, stabilitás a teherhordozásban, Krisztusért vállalni a szenvedést is, stabilitás az evangélista munkájának a végzésében, ne lehessen lebeszélni róla, zavarba ejteni, elbizonytalanítani, szép, csöndesen, természetesen, mindig ahogy lehet úgy végezni. És a végén azt mondja, hogy az ember egész élete, egész szolgálata, minden porcikája úgy működjék, hogy azon meglátszódjék ez az isteni állandóság, a neki való tudatos, lépésről lépésre való engedelmesség. Isten segítsen minket abban, hogy ha már az ő szent lelke újjászült, akkor merjük vállalni azt, hogy mi mások vagyunk, mint a világ. De legyen áldása a világnak abból, hogy mi mások vagyunk. És Isten segítsen minket ebben a meggyökerezett álhatatosságban, adjon nekünk lelkileg nagy állóképességet, hogy ne csak azokat a viharokat bírjuk, amik itt tombolnak körülöttünk, hanem még másoknak is támaszaivá lehessünk. Imádkozzunk. Úr Jézus, dicsőítünk téged azért, mert olyan lelki állóképessége senkinek nem volt ezen a földön, mint neked. Köszönjük, hogy maga az ördög sem téríthetett le az engedelmesség útjáról, és te minden ilyen támadást diadalmasan visszavertél. Megvalljuk, Urunk, hogy sokszor hasonlítunk mi szélingadt a nátszálhoz. Sokszor elbizonytalanodunk abban, amiben pedig már majdnem bizonyosak lettünk. Olyan sok hitetlenség erőtleníti meg a hitünket. Legjobb esetben is így tudunk hozzád kiáltani, hogy hiszek, Uram, segíts hitetlenségemnek. Köszönjük a te türelmedet, hogy nem vetsz el minket, hanem erősítesz minket. Köszönjük, hogy lehet győzni a kísértéseken. Köszönjük, hogy meg lehet állni a lelki viharok közepette is. Adj nekünk ilyen lelki állóképességet, és minden rosszal szemben ellenálló képességet. Segíts, hogy ragaszkodjunk hozzád és a te igédhez. Segíts, hogy növekedjünk a hitben, hogy teljes meggyőződéssel tudjunk vallani téged, és amit mondunk, az meg is látszódjék az életünkön. Segíts minket előre lépni ezen a téren. Könyörgünk hozzád így a tanév elején a tanárokért, tanítókért, diákokért. Könyörgünk azokért, akik az otthonuktól távol kezdenek el tanulni. Kísérd el őket oda. Adj nekik ott is olyan gyülekezetet, ahol egészséges tudományt hirdetnek. Adjál olyan testvéreket, akikkel együtt majd növekszik a hitük. Könyörgünk hozzád a gyülekezetünkben újrainduló szolgálatokért, a hitoktatásért, az énekkar munkájáért.
Könyörgünk azokért, akik most még csendes héten vannak, és a hét végén is odaindulnak. Ajándékozz meg őket ébresztő, erősítő igével, hogy úgy jöjjenek haza, mint akik józanok, akik te érted bármit szívesen vállalnak, akik készek és tudják az evangéliumot továbbadni másoknak. Könyörgünk betegeinkért, légy nagyon közel hozzájuk a betegágyon is, és használd föl ezt az időszakot arra, hogy még teljesebben hozzád forduljanak. Köszönjük, hogy te sokkal jobban meghallgatsz minket, mint ahogy azt hinni és elgondolni tudjuk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, szeretete és szent lelke maradjon mindnyájunkkal. Amen.